Elhunyt bábolnai labdarúgóknak állít emléket az a focitorna, amit Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka szervezett szeptember 1-ére utánpótláskorú labdarúgók részére. Az idén elhunyt Lukovics József emlékének szentelt tornán a felvidéki Őrsújfaluról, Tatabányáról, Kisbérről és Tárkányból érkeztek csapatok. A bábolnai együttesek kitűnően szerepeltek a hazai pályán. Nyári szünidő végén most már megszokhattuk, hogy a fiatal, legfiatalabb korosztályokat a labdarúgásban egy nyárvégi, vakáció végi labdarúgó tornára invitálod, és ezt a labdarúgó tornát most már évek óta az elhunyt bábolnai labdarúgók emlékének szenteled. Mikor és hogyan alakult ez a torna, és ma milyen csapatokat csábítottál ide erre a szép nyárvégi délelőtre? Ez a torna, ez kezdődött körülbelül olyan 7-8 évvel, amikor a szépkorúakat hívtam ide a bábolnai BSE pályára, ami azt jelenti, hogy az 50-es, 60-as években, akik rúgták itt bábolna színeibe a bőrt, itt laktak Bábolnán, vagy akár Győr, vagy Tatabánya. Meg szoktam hívni ezeket az idősebb focistákat, és akkor egy szépkorú délután töltöttünk el itt Bábolnán, ahol a ifjúság vagy a fiatalabb korosztályok fociztak. Hát, mint említettem, ez már több éven keresztül így ment, és hát utána sajnos ezek a úri emberek, ezek a focistások évről évre ugye elhaltak, és utána már úgy gondoltam, hogy nem hívunk ide csak azokat, akik abba az évbe haltak meg, azoknak a hozzátartozóit. Ez így volt tavaly is, ugye tavaly is 4 olyan sportolót vesztettünk el, aki hát itt rúgta a bőrt Bábolnán, az idén is. Az idén a Józsi bácsi, a Lukovics Józsi bácsi, aki a legrégebbi társaságba, foci csapatba játszott, mint kapus, az ő hozzátartozóit, az unokákat hívtam erre a mai rendezvényre. Na igen, hát Lukovics Józsi bácsi emlékének szentelted ezt a mai napot, és felkérted egykori játékos társát, Farkas Jánost, aki ugye az ő nem csak játékos társa volt, de jó barátja is az egykori kapusnak, akit azt hiszem, hogy méltán dicsért a beszédében. Így igaz, mert egy olyan ember volt ő, aki nem csak a sport területén, hanem mint bábolnai lakós is, itt mindenki ismerte, és 50 éves fejjel is a Bábolna rendelkezésére állt, hogy a kapuba beállt, amikor éppen nem volt kapus. Úgyhogy én a Józsi bácsit személyesen ismertem, a feleségét is, a Manci nénit, és úgy gondolom, hogy itt Bábolnán nagyon sokunknak várt, mert vartak, ugye, akár kosztümöt, akár ruhafél, nadrágot, mindent, úgyhogy nem csak a fociba jeleskedtek, hanem ezen a másik oldalon is tényleg oda tették magukat, és a bábolnai lakóságnak a szolgálatába álltak ebbe is. Farkas Jani bácsi nagyon megható beszéddel készült itt. Igen. Hát 82 éves a János, és nagyon köszönöm, hogy így összeszedte a mondandóját, ami teljes igazságot takart, és tényleg ő az a személy, aki itt Bábolnán nem csak játékos, hanem a mai napig is kint minden egyes mérkőzésen itt van, buzdítja a csapatokat, és igazi sportember. Úgyhogy János, köszönöm neked még egyszer, és köszönjük neked. Na hát itt a fiatalabb korosztályokat hívtad meg focizni, két korosztály versengett itt a különböző kupákért. Kik fogadták el a meghívásodat? Igen, hát az U11-U13-as korosztályról volt most szó, mert korábban ugye az U9, az U7-es korosztályokkal más rendezvényeken, tornákon vettünk részt, és hát erre a rendezvényre, a maira 15 csapatot hívtam,
amiből hát sajnos 13 csapat lett, mert kettő ugye az este és egy ma reggel visszamondta, mivel egy vírusos fertőzést kaptak, hát nem jöttek el erre a tornára. De én úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, akik itt voltak ma, jól érezték magukat, és tényleg a megemlékezéshez híven rúgták a bőrt is, és oda tették magukat a pályán, annak ellenére, hogy olyan hőség volt, hogy tényleg szurkoltam a gyerekeknek, hogy nehogy esetleg valami gond legyen velük. Mely települések labdarúgó csapatai érkeztek? Ugye a környékben a megye néhány utánpótlás csapata, illetve hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nemzetközi volt a torna, mert a Felvidékről is érkeztek. Így igaz, kezdem mindjárt a felvidéki csapattal, az Őrsújfalu. Náluk körülbelül egy hónapja voltunk szintén egy ilyen hasonló tornán. Őket hívtuk meg, itt volt a Tatabánya, itt volt a Tatabánya vulkán, itt volt a Kisbér, Tárkány, közben lesek azért, Komárom, a Bábolna, a Tárkány csapatai. Úgyhogy a két korosztályban ez a 13-14 csapat szerepelt itt ma délelőtt. Hát a bábolnai legények nagyon szépen szerepeltek mind a két korosztályba. Az egyik korosztály, tehát mindegyikben tulajdonképpen dobogón végeztek. A nagyobbak meg is nyerték a tornát, ami azért nagy szó, hiszen a Komárom csapata komoly erőket képvisel. Így igaz, ott létszámba is más létszámú az utánpótlás csapat itt Bábolnán, főleg most az utolsó vasárnap az, amikor a gyerekek még a szülőkkel tölthették a napot, és hát kevesebb bábolnai, de vidéki gyerek is volt. Csapatok létszáma megvolt, de hát ezáltal ugye kevesebb volt a létszám a bábolnaiaknál is, mint a megszokott idáig, hogy évről évre majdnem dupla létszámmal jön egy korosztály egy tornára. Az U13-as korosztályban tehát első lett a Bábolna, az U11-es korosztályban második. Ezen kívül még külön díjakat is kiosztottál, amiben aztán tényleg ott voltak a topon a bábolnai gyerekek. Így igaz, mert az U13-ba is, az U11-be is volt legjobb kapus, legjobb hazai játékos mind a két korosztályban. De én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek mai nap oda tették magukat, és tényleg mindenki hajtott, és maximálisan teljesített a mai napnak az emlékére. Hát